Daniel Kilman A világ fölmérése A számok Azon a napon, amely mindent megváltoztatott, annyira fájt egy zápfoga, hogy azt hitte megtébolyodik. Éjszaka a hátán feküdt, és szállásadó hortyogását hallgatta a szomszéd szobából. Fél hét felé, amikor fáradtam belehunyorgott a reggeli fénybe, megtalálta a megoldást a világ egyik legrégi problémájára úgy tántorgott végig a helyisége, mint egy részeg. Azonnal fel kell írni, nem felejtheti el. A fiókok sehogy sem akartak kinyílni. A papíros elbújt előle, a toll eltörött és pacákat ejtett. Aztán még a teli éjjeli edény is az útjába akadt. De egy fél óra firkálás után ott állt minden néhány gyűrött lapon, egy görög tankönyv szélein és az asztallapon. Letette a tollat. Zihálva vette a levegőt. Rádöbbent, hogy mesztelen. Csodálkozott, mi az a mocsok a padlón, mi az a bűz. Didergett. A fogfájás szinte elviselhetetlen volt. Olvasott. Sorról sorra végig gondolta, nyomon követte a bizonyítást. Hibát keresett benne, de nem talált. Végig simított az utolsó lapon, és Ferde elmaszatolódott tizenhét szögét nézte. Több mint kétezer esztendőn át szabályos három és ötszögeket tudtak szerkeszteni vonalzóval és körzővel. Négyzetet szerkeszteni, vagy megkettőzni egy sokszög szögeinek számát, gyerekjáték. Egy háromszög és egy ötszög kombinálásával 15 szöget kapunk. De innen nincs tovább. És most itt a tizenhét szög. És már sejtette a módszert, amelyel tovább lehet menni. De még meg kell találnia. Elment a borbéhoz. Az lekötözte a kezét, megígérte, hogy nem is lesz olyan borzasztó, és fürge mozdulattal betolta a szájába a fogót. Már az érintésre is úgy belenyilalt a fájdalom, hogy kis hián elájult. Még megpróbálta összeszedni a gondolatait, ám a fogó megragadta, valami kattant a fejében, és csak a vérmeleg íze és a fülében érzett dübörgés hozta vissza a szobába és a kötényes emberhez, aki azt mondta, nem is volt olyan borzasztó, ugye? Hazafelé menet a házak falának kellett támaszkodnia. A térde rogyadozott, a lába nem engedelmeskedett neki, szédült. Néhány év múlva már a fogsornak is lesz orvosa. Képesek lesznek gyógyítani a fájdalmat, és nem kell majd minden gyullat fogat kihúzni. Nem sokára a világ már nem lesz tele fogatlan emberekkel, és nem lesz mindenki himlőhelyes, és senki sem fog kopaszodni csodálkozott, hogy rajta kívül senki nem gondolt ilyesmikre. Az embereknek minden úgy volt természetes, ahogy volt. Üveges tekintettel elindult Cimmerman lakása felé. Kopogtatás nélkül lépett be, és a papírlapokat letette elé az ebédlő asztalra. Ó, mondta együttérzően a professzor, fogbajok, nagyon szörnyű. Neki szerencséje volt, csak öt foga hiányzik. Lichtenberg professzornak már csak kettő maradt. Kesznernek meg már régóta nincs egy foga sem. Egy vérfolt miatt újja hegyek közé fogta az első lapot. Összevonta a szemöldökét. Az ajka mozgott. Olyan sokáig tartott, hogy Gauss jószerével el sem akarta hinni. Ilyen lassan nem lehet gondolkodni. Nagy pillanat ez mondta végül Zimmermann. Gauss kért egy pohár vizet imádkozhatnék van. Ezt okvetlenül ki kell nyomtatni, lehetőleg egy professzor neve alatt. Nem szokás, hogy diákok publikáljanak. Gauss válaszolni akart, de amikor Zimmermann hozott neki egy pohár vizet, se megszólalni, se inni nem volt képes. Egy kézmozdulattal kimentette magát, hazatán torgott, lefeküdt az ágyra, és Braunschweigben élő édesanyjára gondolt. Hiba volt Göttingába jönni itt jobb volt ugyan az egyetem, de ha beteg volt, édesanyja még jobban hiányzott neki, mint amúgy. Éjfél tájban, amikor az arca még jobban feldagadt, és minden mozdulatra fájt minden porcikája, rájött, hogy a borbé nem a fájós fogát húzta ki. Kora reggel szerencsére még néptelenek voltak az utcák. Itt senki sem látta, hogy újra és újra megállt, a házak falának támasztotta a fejét, és zokogott a lelkét odatta volna azért, hogy száz évvel később élhessen, amikor már vannak olyan szerek, amelyek csillapítják a fájdalmat, és olyan orvosok, akik megérdemlik ezt a nevet. Pedig nem is olyan nehéz. Csak a megfelelő helyen el kell bódítani az idegeket, lehetőleg kis adag méreggel. A kurarét alaposabban kellene tanulmányozni. Volt belőle egy fiola a vegytani intézetben, egyszer majd szemügyre veszi de a gondolatai elkalandoztak, már csak a saját nyöszörgését hallotta. Megesik az ilyesmi, mondta a Borbé. A fájdalom messzire kisugárzik, de a természet bölcs, és az embernek temérdek sok foga van. Abban a minutumban, amikor felemelte a fogót, Gauss szem előtt elsötétült a világ. Mintha a fájdalom kitörölte volna az eseményt az emlékezetéből, vagy az időből, órákkal, vagy az is lehet, hogy napokkal később, honnan is tudhatta volna, újra ott találta magát feldult ágyában, Éjeli szekrényén egy félig üres pálinkás üveg, a lábánál pedig az Intelligence Blood der Allgemeinen Literaturzeitung, amelyben Zimmermann udvari tanácsos bemutatta a szabályos 17 szög szerkesztésének legújabb módszerét. Az ágya mellett Bartels ült, aki azért jött, hogy gratuláljon. Gauss megtapogatta az arcát. Ó, Bartels, hiszen ezt ő is ismerte, ő maga is szegénységből jött, csoda gyereknek számított, és kiválasztottnak hitte magát. Aztán találkozott vele, Gaussal. Azóta már tudta, hogy Bartelsz a megismerkedésük után két éjjel álmatlanul feküdt, és azt fontolgatta, hogy visszamegy a faluba tehenet fejni és istállót ganézni. A harmadik éjjel megértette, hogy egyetlen úton módon mentheti meg a lelkét, kedvelnie kell Gauss-t, Segítenie kell őt, amiben csak tudja. Attól fogva minden erejét beleadta a közös munkába. Beszélt Zimmermannnal, leveleket írt a hercegnek, és egy nyomasztó estén fenyegetésekkel, amelyekre egyikük sem szívesen emlékezett, rávette Gauss apját, hogy engedje el a fiát gimnáziumba. Az elmúlt nyáron aztán el is kísérte Gauss-t a szüleihez Braunschweigbe. Gauss édesanyja egyszer csak félrevonta őt, és az aggodalomtól és bátortalanságtól egészen összetöpörödött arccal nekiszegezte a kérdést van-e a fiának jövője ott az egyetemen a sok tudós között? Bartels nem értette. Arra gondolt, mondta az édesanyja, hogy lehet-e kárból valami kutatóféle. Bizalmasan kérdezi, és megígéri, hogy nem adja tovább. De hát egy anya mindig aggódik. Bartels hallgatott egy darabig, mielőtt hangjában némi megvetéssel, amely miatt utóbb szégyelte magát. Megkérdezte, az asszony nem tudja, hogy a fia a legnagyobb tudós a világon. Az asszony nagyon sírt. Rém kínos volt. Gauss sosem tudott teljesen megbocsátani Bartelsnek. Döntött, mondta Gauss. Miről? Bartels szórakozottan felpillantott. Gauss türelmetlenül sóhajtott. A matematikát választja eddig klasszika filológiára akart adni a fejét, és még mindig vonza a gondolat, hogy magyarázó jegyzeteket írjon Vergiliuszhoz, különösen arról a helyről, amikor Éneász alá száll az alvilágba. Szerinte mindenki félreértette ezt a fejezetet. De ez még ráér, hiszen csak 19 éves. Most minden esetre belátta, hogy a matematikában nagyobb teljesítményt nyújthat. Ha már világra jött az ember, erre senki se kérte, akár meg is próbálhat létrehozni valamit. Például megoldhatja azt a kérdést, mi a szám, az aritmetika alapja. Egy életmű, mondta Bartels. Gauss bólintott. Kis szerencsével öt év alatt elkészül vele. De hamarosan rájött, hogy gyorsabban fog menni. Ha már egyszer belekezdett, sosem látott vehemenciával tódultak az ötletek. Keveset aludt. Az egyetemre nem járt be, csak annyit evett, amennyit muszáj volt, és ritkán utazott el édesanyjához. Amikor magában beszélve járt Kelt az utcákon, éberebbnek érezte magát, mint valaha. Anélkül, hogy rájuk nézett volna, kitért az emberek elől. Soha nem botlott meg. Egyszer mindenok nélkül félreugrott, és még csak meg sem lepődött, amikor ugyanabban a másodpercben összetört mellette egy tetőcseréb. A számok nem rabolták el a valóságból, hanem közelebb vitték hozzá. Olyan világossá érthetővé tették, mint még soha. A számok immár mindenüvé elkísérték. Akkor sem feledkezett meg róluk, amikor a kurvákhoz ment. Nem sok volt belőlük Göttingában, valamennyi ismerte őt, név szerint üdvözölték, és néha árengedményt kapott, mert fiatal volt, jóképű és jó volt a modora. Azt, amelyik a legjobban tetszett neki, Ninának hívták, és egy távoli szibériai városból származott. A régi szülő otthonban lakott, sötét haja volt, még gödröcskék az arcán, széles vála földillatot árasztott. Azokban a pillanatokban, amikor átölelte a nőt, tekintetét a menyezetre emelte, és érezte, hogy a nő ringatózik rajta, megígérte neki, hogy feleségül veszi, és megtanulja az anyanyelvét. Nina kinevette, és amikor esküdözött, hogy komolyan gondolja, csak annyit válaszolt, hogy még nagyon fiatal. Doktori vizsgájára Faf professzor felügyelet alatt került sor. Macska kaparással írt kérvényére elengedték a szóbeli vizsgát, nevetséges is lett volna. Amikor átvette az oklevelét, a folyosón kellett várakoznia. Egy darab száraz süteményt majd a Göttinger Gelerte Anzeigenben egy porosz diplomata beszámolóját olvasta fivérének új andalúziai útjáról. Egy fehér ház a város szélén, esténként hűsölés a folyóban, nők, akik azért jártak hozzájuk, hogy számolják meg a tetveiket. Meghatározhatatlan izgalommal továbblapozott. Mesztelen indiánok a kapucinusok misszióján. Barlangokban élő madarak, amelyek a hangjukkal látnak, úgy, ahogy más lények a szemükkel a nagy napfogyatkozás, aztán indulás az orinokóhoz. A férfi levele másfél esztendeig volt úton, csak Isten a megmondhatója éle még. Gauss leengedte az újságot. Zimmermann és Faff állt előtte. Nem merték megzavarni. Ez az ember, mondta Gauss, bámulatos. Egyszer, s mint esztelen is, mint ha az igazság valahol másút lenne, nem itt, vagy mintha elmenekülhetne saját maga elől. Faff tétován átnyújtotta neki az oklevelet. Helytált. Summa cum laude. Természetesen. Az a hír járja, mondta Zimmermann, hogy egy nagy művön dolgozik. Örül, hogy Gauss végre mégiscsak talált valamit, ami leköti az érdeklődését és előzi a mélabúját. Valóban így van, mondta Gauss, és a befejezi odébb áll. A két professzor pillantást váltott. A Hannoveri választófejedelemségből? Azt azért remélhetőleg nem teszi. Nem, mondta Gauss, ne aggódjanak. Nagyon messzire megy, de a Hannoveri választófejedelemséget azért nem hagyja el. Gyorsan haladt a munkával. A négyzetes reciprocitás tétele le volt vezetve. A prímszámok eloszlásának rejtéje közelebb került a megoldáshoz az első három részt befejezte, már a fő résznél tartott. De minduntalan letette a tollat, és fejét a tenyerébe támasztva eltöprengett. Megengedhető-e egyáltalán, amit tesz? Nem hatol-e túl mélyre? A fizika alapját szabályok képezik, a szabályokét törvényszerűségek, azokét pedig számok. Ha a törvényeket gorcső alá vesszük, felismerhetjük a mennyiségek közötti kapcsolatokban a taszítást vagy vonzást. Szerkezetük, mintha egyben másban hiányos volna, mint amit furcsamód mód hevenyészve odavetettek. Többször is előfordult, hogy alig leplezett hibákra bukkant, mintha Isten abban a reményben engedte volna meg magának ezt a hanyagságot, hogy úgysem veszi észre senki. Aztán eljött a nap, amikor elfogyott a pénze mivel már nem járt egyetemre, nem kapott ösztöndíjat. A herceg sosem vette jó néven, hogy elment Göttingába, ezért hosszabbításra gondolni sem lehetett. Van kiút, mondta Zimmermann. Egy alkalmi megbízás. Szükség volna egy rátermett fiatalemberre, aki segít a földmérésben. Gauss a fejét rázta. Nem tart sokáig, mondta Zimmermann. A friss levegő pedig még senkinek nem ártott meg. Így történt, hogy egyszer csak ott találta magát az eső ásztatta vidéken bukdácsolva. Az ég nyomott volt és sötét, a föld agyagos. Átmászott egy sövényen, és lihegve, izzattan és fenyő levelekkel telehintve ott állt két lány előtt. Miután megkérdezték, mit művel ott, kisé idegesen elmagyarázta nekik a háromszögelés módszerét. Ha egy háromszög egyik oldalát és két szögét ismerjük, meghatározhatjuk a másik két oldalát és az ismeretlen szögét. Kiválasztunk egy háromszöget való idekint, Isten szabad ege alatt. Megmérjük azt az oldalát, amelyhez a legkönnyebben hozzáférünk, és ezzel a szerkezettel meghatározzuk, milyen szöget zár be vele egy harmadik pont. Felemelte a teodolitot, és elforgatta. Így, és így. És látják? Így. Ügyetlen újakkal ide-oda, mintha először csinálna aztán egy sor ilyen háromszöget illesztünk egymáshoz. Egy porosz kutató ebben a pillanatban ugyanezt csinálja az újvilág mesébe illő teremtményei között. De hát a táj, válaszolta a két lány közül a nagyobbik, nem lapos, ugye? Rámerett. Nem volt szünet. Mint a lánynak nem kellett volna gondolkodnia. Persze, hogy nem, mondta mosolyogva. A három szögeinek összege csak síkban 180 fok, golyóbison nem. Ezen áll vagy bukik minden. Úgy mustrálta a lányt, mintha csak ekkor vette volna észre. A lány felvont szemöldökkel viszonozta a pillantását. Igen, mondta Gauss. Na, ezt ki lehet egyenlíteni, ha a mérés után számítással úgymond végtelenül lekicsinyítjük a háromszögeket. Ez lényegében egyszerű differenciálás. Persze, ebben a formában leült a földre, és elővette a jegyzettömböt. Ebben a formában dünnyögte, miközben jegyzetelni kezdett. Még senki nem végezte el. Amikor felpillantott, már egyedül volt.